Ebben a mai videóban be fogok nektek mutatni 15 érdekes tényt Mr. Beastről. Ha szeretnéd ezeket hallani és látni, akkor tartsatok velem a videó végéig, mivel szerintem még vannak olyan furcsaságok és érdekességek, amikről még szerintem nem hallottál. Na de akkor vágjunk is bele! Mr. Beast 13 éves korában kezdett el videózni, és a YouTube csatornájának a neve Mr. Beast 6000 volt. 2016 és 2017 között tett népszerűséget az egész világon, a legrosszabb intrók cím alatt. Ez a sorozat értelemszerűen arról szólt, hogy megnézte a kezdő, illetve a haladó youtubereknek az intróját és reagált rá, pontosabban inkább kigúnyolta, ilyenkor volt körülbelül 30 000 feliratkozója. 2017-ben került fel az első olyan videója, amely konkrétan vírus videóként emlegettek. Videóban igazából annyi történt, hogy elszámolt 100 000-ig. Lehet nekem is ezt kellene tennem, és akkor lennék Mr. Beast, ki tudja. 2016-ban elérte az első igazi mérföldkövet, ez nem más, mint a 100 000 feliratkozó, és hát ugye ilyenkor megkapta a vele járó díjat, az ezüst díjat. A youtuber 2017-ben változtatta meg a csatornáját Mr. Beast 6000-ről Mr. Beast-re. 2017-ben pedig elérte az 1 millió feliratkozót, és így megkapta az arany YouTube díjat. 2018-ban 10 millió feliratkozót, 2021-ben 50 millió feliratkozót, 2022-ben pedig 100 millió feliratkozót szerzett, és így megkapta a YouTube Diamond, a Red Diamond és egy egyéni 100 milliós YouTube díjat is. A főcsatornán kívül Mr. Beastnek még 4 másik YouTube csatornája is van. Azaz így összesen 5 darab YouTube csatornája van, és szerint ugye van a fő, az a Mr. Beast, aztán van a Mr. Beast Reacts, aztán van a Mr. Beast Gaming, van a Mr. Beast 2.0, és még van a Philanthropy nevezetű csatornája is. Legnézettebb videóját 2024. november 24-én tette közzé, amelyen több mint 605 millió megtekintés van, valamint 17 millió like és több mint 500 000 kommentet írtak. Ez a videó a 456 millió dolláros Squid Game a való életben címet kapta. 2020. december 19-én megalapította a saját Mr. Beast Burger üzletét. 2022-ben létrehozta a saját Face Tables nevű élelmiszermárkáját, ahol a saját csokoládé márkáját árusítja, a Mr. Beast Barst. 2023-ban a Times magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta. Forbes jelentése szerint 2021-ben 54 millió dollárt keresett. Mr. Beast a világ egyik legjobban fizetett tartalomgyártója, becsült nettó vagyona körülbelül 100 millió dollár. És kerestem még egy érdekességet, amihez nekem is közöm van, ezt leírtam, mert nehéz volt megjegyezni. Szóval Mr. Beast és az én csatornám között összesen 254.962.500 feliratkozó különbség van. Sok. Nem kevés, sok. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok rá lájkot és iratkozzatok fel, valamint ha még szeretnétek hasonló videókat látni, akkor azt írjátok le a komment szekcióba, találkozunk egy következő videóban, én Vixzer voltam, sziasztok!